A tekető nézegését éppen Motorolánál vagyunk, az új Moto G4-et mutatták be, amit láttok itt most éppen az asztalon. Magyarországon továbbra is a Lenovo még nem döntött úgy, hogy a Motorola termékeket árulják, de mégis röviden bemutatom nektek most itt a G4-et, meg a G4 pluszodban egy külön videóban egy kicsomagolás után. Nincs túl sok különbség a kettő között, árilag sem, 249 euróért most Németországban majd júniustól lehet kapni, meg egy pár más országban a világban a Moto G-t, feketében és fehérben. Itt látjátok a csomagját is, egy ilyen narancságás fehéres csomag, amint látunk majd hátul, hogy van egy Qualcomm Snapdragon 617-es 8 magos processzor, 1,5 GHz-el és egy gyors Adreno 405 grafikus chippel hozzá. 3000 mAh akkumulátor, eléggé kellemes 5,5 incses mérete, ami egy full HD képernyő lett most ennél a G generációnál, vagyis persze magas felbontású képernyőt várhatunk majd itt is el, megint ugyanúgy, hogy gyors antennával, meg persze elég belső tárhelyjel is rendelkezik, itt már a készlék, 16 giga belső tárhely van, amit microSD-val már lehet bővíteni, és 2 SIM-kártyával is, még a microSD olvasóhoz is, amit mennyire bemutatok, és 2 GB memóriával elég gyors is majd játékokhoz. A hátsó kamera 13, az első 5 megapixel, a plusznál a hátsó kamera kicsit más, azt majd, ahogy említettem, külön bemutatjuk, és külön, ahogy látjátok, a dobozon nincs túl sok információ, csak egy pár e-mail szám, úgyhogy lássuk is, hogy majd mit találunk a dobozban, ahol látjuk, hogy itt a fekete készléket csomagol most éppen ki, majd lesz itt egy fehér is az asztalon, ahogy látjátok, és még ahogy azt is le tudjátok olvasni, hogy mikro SIM-kártya olvasó van benne, de nano SIM-kártya adaptert raktak bele a készlékbe, úgyhogy nem kell aggódnatok, hogy a nano SIM-kártyát akkor már nem tudjátok használni ebben a készlékben. Ha ezt itt kivesszük, akkor látjuk már, hogy persze még itt a töltő benne, ami egy fix kábellel rendelkezik, és eléggé gyorsan feltölti majd a készléket. Tud turbocharging-ot a G4, meg a G4 Plus, de a sima készléknél, a G4-nél nem lesz benne a turbocharger, az csak a plusz változatban van benne a dobozban, azzal majd tényleg 15 perc alatt úgy tudjátok feltölteni készléket, hogy 6 órán át utána bírja. Különben egy kicsit olvasni való, itt, ahogy említettem, Németországban lesz egy olasz, francia, spanyol és német kis olvasni való hozzá, és még egy kis garancia könyv, ahogy itt látom. Megnézzük még röviden, hogy a töltő az milyen gyorsan tölt tényleg, hogyha lehetom való olvasni. Igen, megint itt nagyon kicsit nyílták rá, de mindjárt megmondom még hozzá, 5 volt 550 mA-nél, vagyis 5-6 óra alatt komplet feltölt itt majd a 3000 milliamperes Motorola Moto G4. Itt látjuk a gyönyörű készléket előről, mindig hozzá az 5 megapixel kamerával, amit éppen említettem, sima hangszóró van itt az elején, nincs második hangszóró, és csak egy kis mikrofont látunk itt lent, persze a telefonáláshoz, az Android gombok nincsenek külön a készléken, de külön, ha megfordítjuk a hátlapot, megnézzük, akkor itt látjuk majd, hogy persze itt is meg cserélhető hátlapot látunk, vagy találunk, amit a Moto Maker-ben online customizolni, vagyis levenni és akár kicserélni is, és külön más hátlapokat más színekben venni, mint például itt van ez a mint green, meg van egy csomó másik szín ott hátul, még látjátok a rózsaszín például. Ha már levettem, itt is maradunk, és megnézzük, hogy tényleg microSD dual SIM készléket találunk itt, egy sima 3 megapixeles kamerával, f2.0, dual flash, és persze egy nem kivehető aksi 3000 mAh-rel, és itt, ahogy említettem is, még egyszer itt vannak az adapterek, vagyis nano SIM-kártyát tudjátok simán itt majd használni, mert ezeket hozzáadják itt a készlékhez, ami persze tök jó. Simán megint hátul rárakjuk a hátlapot, és akkor látjuk, hogy milyen kellemesen vékony a készlék, meg könnyű, 155 grammal, nem túl nehéz, és amúgy 9,8 mm a, ott, ahol a kamera van, mert az egy kicsit itt kiáll, hogy látjuk talán, nem túlságosan, de különben amúgy 7,9 mm átlag vastagságban itt a készlék. Majd látjátok, ez itt most nincs éppen elindítva, úgyhogy röviden be is tudom mutatni itt a fehér készléknél, hogy mint mindig a sima Motorola Android szoftver van rajta, és a sima Android igazából a Google-től nem változtatnak rajta szinte semmit, nem csak az ilyen custom feature-eket, mint például, hogy kétszer itt megrázom, és akkor itt elég szép gyorsan elindul majd a kamera, ahol látjátok, hogy a 13 megapixeles szépen tudom majd fotózni, full HD videókat 30 frame-nél, vagy quad HD-ban slow motion-t is akár. Az első kamera 5 megapixelelnek egy wide angle, vagyis széles látókörű lencséje van, és itt látjátok szépen, hogy nem tartom túl messzi tőlem, egy olyan háromnegyed kar távolságra, és itt simán még egy pár ember bele is félne a képbe, ami tökre kellemes, és most új funkció itt a kamerában is a professional mód, úgyhogy itt is egy csomó extra dolgot is majd be lehet állítani ezzel a kamerával. Ami amúgy nagyon gyorsan itt
használható és tud fotókat lőni. Különben szinte semmi reklámszoftver nincs, tehát minden csak Google-től, ahogy látjátok, egyáltalán nincs sok minden rárakva, csak az alapvető dolgok itt fent, amiket sokszor is használunk, külön még ki van emelve, és különben itt látjátok, jobbra-balra tudunk menni, és minden gyorsan tudunk itt használni Android 6.0-val, de már a N-update-et is tervezít a Google eléggé hamarosan persze kihozni a Motorola készlékekre, és mi vagy itt nem kell túl sok mindent majd változtatni rajta. Nekem nagyon tetszik a készlék tapintása, és hogyha megnézzük oldalról, itt van egy kicsi érzékelő, vagy tudjuk érezni majd a különbséget a hangerőszabályozás a kisbekaps között, mivel itt egy kicsit más a struktúra rajta. Az alján sima micro USB-t találunk, Type-C még nem vezetett be itt a Motorola G4-nél, a másik oldal meg persze nincs semmi, de a tetején megint itt van a kis, vagy a hangerő, vagy a headset M-jack, ahol majd simán középen be tudjuk majd ugni a feladatunkat. De nyilván volt igazából már bemutató itt az új Motorola Moto G4-ről, amit majd részletesebben még bemutatunk nektek a következő videókban. Lehet, hogy a G4 Plus-szal majd együtt, mivel itt tényleg csak a kamera különbség, főleg a tesztben, amit majd összetudunk hasonlítani, és ugye ennek van egy új lenyomat leolvasó, hogy lent, és 1050 euróval többet kell fizetni, plusz a dobozban van egy Quick Charge 2 adapter 2.0, amit a Qualcomm-tól már ismerünk, amit említettem azért, hogy gyorsan lehet feltölteni. Köszönöm, hogy benéztetek, nevem Gábor Balázs, te2.hu-tól, és legközelebbi köszönöm, hogy benéztetek.